A bajnoki táblázat 10. helyén álló Kecskemét látogatott a Gesztenyés útra. A paksi játékos keretből Ellingsfeldre sérülés miatt ezúttal sem számíthatott a szakmai stáb, a többiek bevethetők voltak. Kihagyott hazai dobásokkal indult a mérkőzés, a vendégek pedig közelről szorgalmasan gyűjtögették pontjaikat. Csak 3,5 perc elteltével szerezték meg a paksiak az első kosarukat. Időt kért az Atom, de ezután sem sikerültek a dobások. A második felvonás elején pályára lépett a kisebb sérüléssel bajlódó Bzoya, és 2+1-es, majd egy közeli találattal köszönt be. Sikerült felzárkózni a hazai csapatnak, de ezt követően egy triplával, majd két büntetővel ismét meglépett a vendégcsapat. Végül az utolsó másodpercekben Brown 3-asa talált utat a gyűrűbe, visszajött a meccsbe az Ase. A második félidő jól indult, először vezetett a mérkőzés során a paksi csapat, a negyed végét sikerült megnyomni, 7 pontos előnyt szereztek a paksiak a 30. perc végére. Az utolsó negyed elején erősített a Kecskemét és fokozatosan csökkentette a hátrányát. A végjátékban kimaradtak a hazai dobások, a kényszerű faltok miatt 4 pontos előnyre tett szert a vendég, innen pedig már nem sikerült egyenlíteni. A végeredmény atomerőmű Ese, KTE Duna Aszfalt 76-80. Megint nem kezdtünk sajnos így, ahogy kellett volna, mert szerintem legnagyobb különbség volt 14 vagy 15 pont, ami megint sok mentális erő, meg fizikális erő igényel, hogy visszajöjjünk a meccsbe. Ez ismétlődik, úgyhogy ez, ahogy mondtam, Szegeden is ez a legnagyobb problémánk, és ha ezt nem tudjuk megoldani, akkor nagyon nehéz lesz. És természetesen az utolsó negyed, amikor kaptunk 31 pontot, és leginkább a végén, amikor egy-egy verekezésekből nehogy bedobták közvetlen kosarakat, hanem találtak egy üres helyzeteket, amiből ugye született kosár, és akkor 31 pontot kaptunk, amiről nem is kell beszélni, mert ugye ilyen kiki meccsen ez nagyon sok.